tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz átlagos frekvenciájú frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, és az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. Nagy örömömre szolgál, hogy nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem, sőt nem is a stúdióban vagyok, kis megjegyzés, ez egy felvételadás, mert nyaralunk, úgyhogy ne telefonáljon senki, de nem egyedül vagyok a majdnem stúdióban, a home office stúdióban, hanem itt van velem Várhegyi Zsolt. Jó reggelt a hallgatóknak! Bizony, na most hát a Zsolttal ekkora korunk óta ismerjük egymást, most így mutatom a hallgatóknak, ugye a tenyeremet olyan másfél méterre tartva a padló szintől. Egyébként hát stílszerűen az űrtáborból ismerjük egymást, tehát lassan, brutális kimondani, lassan negyed százada. Magyar Asztronautikai Társaság űrtábora az jó, tehát akinek ilyen gimnazista korú gyereke van, az küldje oda a gyerekét minden évben, az idejének már vége, na ez volt a reklám helye, de ez még mindig van, és onnan jöhetnek ki olyan emberek, mint például Zsolt, aki egy aerospace engineer, amit nem olyan tudok magyarul lefordítani, de hát hogyha szemlézgetek az életrajzából, akkor például ilyeneket mondhatok, hogy ő tagja volt annak a csapatnak, ami az első magyar műholdat, a MASZAT 1-et fejlesztette ki, na de most konkrétan nem erről fogunk itten szakérteni, hanem olyas valamiről, ami egy űrkutatás történeti dolog. Egy szomorú apropója van ennek a témának, ugyanis idén, nem most, de idén van 55 éve, hogy először történt olyan űrszerencsétlenség, ami egy űrrepülés során emberi életet követelt. Vlagyimir Mihajlovics Komarov a Szojuz 1 fedélzetén vesztette életét 1967. áprilisában, és hát a Szokol ébresztőben eddig azért kerülgettük ezeket a témákat, de most Zsolttal együtt úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy ilyen űrszerencsétlenségek sorozatba, aminek ez lesz az első eleme. Na most mit lehet erről az egészről tudni, meg hát hogyan tájékozódik az ember ilyen témákban, úgyhogy ne baromságokat olvasson, Zsolt? Nagyon fontos az, hogy nagyon sok olyan újságcikket lehet találni a témában, meg magát dokumentumnak mondó filmet, illetve YouTube videót akár. Nagyon sok ilyen látott napvilágot, amik bizonytalan forrásokra támaszkodnak, és szerintem szenzációhajhász módon túlszínezik a Szojuz 1 és a Komarov áldozatának a történetét. Igen, ez én is találkoztam, annak ellenére, hogy hát amúgy is eléggé színes és fordulatos a történet. Ugye nekünk ugye nagyon fontos az elhunyt tisztelete és a történeti hitelesség, ebben a témában ugye különösen, ezért is egyébként nem nagyon mertem eddig ilyen halálos űrtémákba belevágni, úgyhogy ezért nagyon erősen fogunk a mai adásban támaszkodni olyan hiteles forrásokra, amik angol és magyar nyelvűek, és hát közvetetten az orosz szakirodalomra, és ezek nélkül persze nem jöhetett volna létre ez az adás, ez fontos hangsúlyozni. Szeretném külön a figyelmetekbe ajánlani azokat a cikkeket, könyveket, amiket a blogon majd meg fogtok találni, mindegyik forrásnak a pontos linkjét megjelöltük. Szeretném kiemelni Asaf Siddiqui-nek a munkásságát, aki egy közel-keleti származású tudománytörténész, az űrkutatásnak a nagy ismerője, az emberes űrrepüléseknek a nagy ismerője, valamint Anatoly Zaknak, illetve az Enciklopédia Asztronautikának a fellelhető forrásait, munkáját, illetve külön a figyelmetekbe szeretném ajánlani Szaniszló Zsoltnak a cikkét, amely magyar nyelven a Repülés Tudományi Közlemények című folyóiratban jelent meg, és a Szojuz 1 témáját dolgozza fel. És persze mondanom sem kell, hogy amint ez szokásos, minden olyan forráshoz a hivatkozás ott lesz a csütörtökön, tehát a hétfői adást követő csütörtöki kísérő cikkben, ami a sokolebresztő.hu felületen elérhető lesz. Na de akkor ugorjunk fejest a témába. Hát képzeljük magunkat 1967 mondjuk elejére. Mit láttunk ilyenkor? Egy kis helyzetképet az űrtevékenység akkori állásáról, ha adnánk. Az a helyzet, hogy itt az oroszok erre az évre már eléggé világosan kidomborodik, hogy elvesztették az előnyüket az amerikaiakkal folytatott emberes küldetések versenyében. Az amerikaiak ugye ekkora már lenyomták a teljes Gemini programot, 10
darab repüléssel, 10 darab páros emberes repüléssel, amiben minden lényeges elemet külön-külön kipróbálták, ami ahhoz kell, hogy egy hold utazást végre tudjanak hajtani. Ezeket az elemeket külön-külön kipróbálták, és most ekkora, már 67 éveleire, már az Apollo hold űrhajónak az első repülésére gyakorlatoznak az űrhajósok. Igen, és hát miközben az amerikaiak ilyen úgy tűnik jól állnak, 67 legelején úgy tűnik, hogy tök jól állnak, és ehhez képest az oroszok meg hát 2 éve nem küldtek embert az űrbe. Ugye, tehát mind a Vostok, mind a Voszhod program az addigra már véget ért, de nem jött még igazából helyette semmi új, tehát mindaz az időszak, amit az amerikaiak azzal töltöttek, hogy lenyomták a Gemini program 10 emberes repülését, ez alatt az időszak alatt 65-től 67 elejéig 0 szovjet ember járt a világűrben. Ez persze nem véletlen, hanem ugye fókuszvesztés volt a felső vezetésben, épp úgy a Szovjetunió, mint az űrprogram felső vezetésében, aminek hát egyik kruciális eleme ugye, hogy 1966-ban meghalt a fő konstruktőr Szergej Pavlovics Koroljov. És hát ő volt az, aki még annak idején életében azért szerencsére be tudta annyira herkenteni az új űrhajórendszernek a terveit, amit ő maga vázolt föl még annak idején, hogy azért az a projekt beinduljon, és ez volt az, amit ma Szajúz néven ismerünk. A Szajúz ugye azt jelenti oroszul, hogy szövetség, és ez egy multifunkcionális űrhajó típus, aminek több változatát tervezték egy időben. Lett volna olyan változata, ami földkörüli repülésre készült, lett volna olyan, ami a hold körberepülésére készült, és olyan is volt, ami az emberet a hold felszínére leszállító küldetéshez szállító anyaűrhajónak készült. Ezek lényegesen különböző változatok. Az elsőt kellett, nyilván a földkörüli verziót kellett először tesztelni, ezt úgy hívták akkoriban, hogy SEM-KOK, vagyis 7KOK változata a Szajúznak, ahol az OK az nem azt jelenti, hogy oké, okay, hanem azt, hogy orbitálni karabl, vagyis orbitális jármű, tehát ez a földkörüli repüléshez tervezett verzió, ezt kellett először kipróbálni. Na de hát, ugye, ez egy... Hát már rögtön az első repülésre elképesztő mennyiségű dolgot beterveztek, ugyanis hát le kellett dolgozni egy Gemini programnyi lemaradást gyakorlatilag egy repülésben. Miről van itt szó? Hát egyrészt akár a földkörüli, akár a holdra szálló programjukat nézzük a szovjeteknek, mind a kettőben, amihez ez a Szojusz kellhetett, kulcseleme van annak, hogy az űrhajók meg tudják egymást találni, vagyis űrrandevút hajtsanak végre, két űrhajó összekapcsolódjanak valamilyen módon, sőt, legénység tudjon átszállni az egyik űrhajóból a másikba. Ráadásul azt szovjet módon akkoriban úgy tervezték, hogy űrsétán szállnak át egyik űrhajóból a másikba, tehát nem a napjainkban megszokott módon, hogy két űrhajó összekapcsolódik, kinyílik, és a csövön átmásznak egy hermetizált csatornán az egyikből a másikba. Nem, űrsétás átszállás. Mondanunk sem kell, hogy ebből semmi nem próbáltak 1967-re. És amúgy erről az átszállásról volt is szó, tehát nem is olyan rég, például ugye elárvereztünk egy festményt, aminek az volt a cím, hogy átszállás az űrben, tehát érezhető, hogy igen, bizony, azért ez egy fontos eleme volt például a szovjet hold programnak, de hát nem is az átszállás talán a legkomplexebb része az egésznek, hanem maga az űrrandevú. Most mi ebben a bonyolult? Hát egyrészt ugye űrrandevú az, hogy két űrhajó megközelíti egymást, tehát az egyik oda megy a másikhoz. Hogy éri utol az egyik űrhajó a másikat? Na most hát ez az, amihez egy pilótának ugye teljesen át kell programozni az agyát, mert a pilóta például a Földön, amikor utolra kell érni egyik repülővel egy másik repülőt, akkor egyszerűen mondjuk, hogy rálép a gázra, úgymond, vagy hát növeli a sebességet, és utolra éri a másik repülőt. Most ehhez képest a szabadon esési orbitális pályákon, tehát például a Föld körüli pályákon, ugye arról van szó, hogy a mozgás sebessége, tehát a keringési sebesség, az nagyon közeli kapcsolatban van a pálya magasságával, és nyilván az alacsonyabb pályákon gyorsabb a keringés, a magasabb pályákon lassabb a keringés. Tehát ez azt jelenti, hogy ha utol akar érni az ember egy másik űrhajót, akkor érdekes módon csökkentenie kell a pálya magasságát, hogy egy gyorsabb, azaz alacsonyabb pályára kerüljön, amivel utol tudja érni, úgymond, a gyorsabb szögsebesség miatt a másik űrhajót. Igen, nem, de ahhoz, hogy alacsonyabb pályára kell kerülnöm, mit kell csináljak? Fékeznem kell. Vagyis ezt hívják égmechanikai paradoxonnak, fékeznem kell ahhoz, hogy gyorsabb legyek ilyen értelemben, hogy utolérjem a másikat. Most ez egy pilótának abszolút nem, de nem ezt szokta meg. Az űrhajósok többsége pilóta ekkor még, tehát egyáltalán nem mondhatni, hogy ez valami könnyű feladat, vagy erre felkészülni könnyű feladat.
feladat. Szóval ezzel szívtak egyébként az amerikaiak is rendesen a Gemini programban, de még egyszer, a szovjeteknek ez teljesen kimaradt, hiszen sem a Vostok, sem a Voszhod űrhajók nem voltak alkalmasak űrrandevúra. És ez egy nagyon érdekes aspektusa is egyébként ennek a történetnek, hogy az űrhajósok nagyon sokáig kardoskodtak azért, hogy egyrészt legyenek a Szovjetunióban továbbra is emberes repülések, másrészt pedig, hogy ezekben az emberes repülésekben például ezt az űrrandevút, ezt a dokkolást, ezt az űrhajósok hajtsák végre manuális módon, mint az űrhajó pilótái, és ne pedig automata rendszerek. És borzasztó erős szekértáborok voltak itt, és oda-vissza harc folyamatosan, például azért is, hogy mérnök űrhajósok, vagy pedig katona űrhajósok repüljenek egy küldetésben, és azért is, hogy az űrhajósok hajtsák végre a dokkolást, vagy automaták hajtsák végre a dokkolást. És ebben a pártoskodásban, ebben a harcolásban nagyon fontos momentum az, hogy az űrhajókat készítő gyárnak a vezetője, a főkonstruktőr Koroljov váratlanul hal meg, és a vezető szerepét a helyettese Mishin veszi át, aki kiváló mérnök, de nem annyira tudja már összetartani a csapatot, és gyakran van különvéleménye, gyakran különbözik össze például Kamanyinnal, aki az űrhajós kiképzésnek a vezetője. Igen, a Kamanyin, aki ugye a Szovjetunió kidekorált hőse volt, és egyike azon kevés embereknek, akiket a nyugat is megismerhetett. Ugye például ez fontos talán megjegyezni, hogy Mishint, vagy akár Koroljovot, akit említettünk, ugye nyugaton nem lehetett a nevén nevezni, mert maga a létezésük ezeknek az embereknek államtitok volt, tehát egyszerűen csak a főkonstruktőrként hivatkoztak Koroljovra, mindaddig, amíg 1966-ban meg nem halt. Ugye, amikor az első műholdak kifejlesztésében már ő részt vett, és ugye, amikor állítólag ugye a Stockholmból odaszóltak Moszkvába, a Nobel-díj bizottságból, hogy hát nevezzék meg azt az embert, aki a műholdak megtervezésért felelős, mert neki szeretnék adni a Nobel-díjat, és akkor erre az a hivatalos válasz jött, hogy hát a szovjet nép. Úgyhogy emiatt aztán Koroljov nem lett Nobel-díjas, mert hát a létezéséről se tudtak nyugaton. Na igen, 66-ra meghalt Koroljov, és azért még rendülete volt annyira a projektnek, hogy elkészültek ennek az OK, vagyis földkörüli verziójának a Szojuznak az első példányai, amit hát egyezésben az eddigi gyakorlattal ember nélküli repülésekkel akartak ugye tesztelni. Ez volt a szokásosnak mondható terv. A Szojuz űrhajóknak az első ember nélküli repülésére 1966. novemberben kerül sor, sikerül is a start, és emiatt kap is az űrhajó hivatalos elnevezést, Kozmosz 133, ami rendkívül jellemzi azt, hogy ez egy emberes űrhajó lesz, és hogy ez egy hold program lesz. De viszont a start sikeres, az űrhajónak a térbeli helyzetét, tehát orientációját megfigyelő és ebbe beavatkozó rendszerekkel egyet teljes napon keresztül küzd a földi irányítás, hogy valamit tudjanak vele csinálni, és a légköri visszatérés ennek az űrhajónak pedig nem is sikerül jól. Az űrhajó rossz helyre szállna le, túllőtt a célon, szó szerint, és így az űrhajón lévő önmegsemmisítő rendszer felrobbantja az űrhajót. Most ilyenkor mindig elgondolkozik az ember, ugye, hogy vajon az emberes űrhajókon is volt-e akkoriban ilyen önmegsemmisítő töltet? Mármint az olyanokon, amint ténylegesen emberek utaztak. Hát, ugye ezt így nem tudjuk. Vagyis, nem tudom, neked erről mi a véleményed? Azért ezt talán ők sem merték volna. Nekem az a véleményem, hogy nem volt. Ahogy elolvastam ezeket a forrásokat, nekem egyre jobban az bontakozik ki, hogy az űrhajósok egy nagyon féltett és nagyon megbecsült, kiválasztott pici csapat volt. Igen, meg hát drága volt őket ugye felkészíteni. Igen, minden szempontból. Nem csak, hogy drágák voltak, viszont kollegiális összefonódások, a barátságok és a kötelék minden mérnökkel, minden vezetővel azt mondta, hogy ezeket az embereket tényleg védeni kell. Na majd erre majd még vissza fogunk térni, mert hát ennek fontos szerepe lesz a Szojuz egy történetben. Na de közben ugye mondtad, hogy a Kozmosz 133 az fölment, és valójában, és említetted korábban ezt is, hogy automata űrrandevú, de pont ezt rögtön az első repülésen, ember nélküli tesztrepülésen ki is akarták próbálni, mert ott volt már ekkor a start helyen, várakozott, gondolom egy nappal később indult volna, hogy ez lenni szokott, a párja ennek az űrhajónak, és akkor ugye az
ugyancsak egy ember nélküli, fölmentek volna, összekapcsolódtak volna, viszont hát miután látták, hogy hát ennyien szólva sem működik minden jól a Cosmos 133 névre keresztelt, ugye, tudományos kutató űreszközzel, vagyis hát elnév, de ugye valójában egy Soyuz kísérleti űrhajóval, ezek után ugye mondták volna, hogy hát kb. Már arra hajlottak, hogy lefújják a második startot, de mindenképpen halasztották, ugye ilyenkor napokat lehet halasztani, tehát egész napokat kb. Tehát azt kell megvárni, hogy újra a Föld ugyanolyan helyzetbe kerüljön, hogy a két űrhajónak esélye legyen egymást utolérni, nem lehet akármikor utána küldeni egy űrhajót a másiknak, és miközben halasztottak egy napot, még egy napot, hát közben az történt, hogy meglepetésszerűen valahogy, valami miatt, ugye itt nem tiszták számomra legalábbis az okok, ugye egyszerűen bekapcsolódott a start helyen várakozó Soyuz rakéta tetején az a mentő rakéta, aminek egy emberes küldetésnél egy ilyen mentő szerepe van, ugye, hogy baj esetén leválasztja az űrkabint. Volt is ilyen egyébként később. Na, itt is ez történt, viszont, hát ettől viszont, hogy az begyulladt a tetején a kis rakéta, az egész hordozó rakéta kigyulladt és felrobbant. Ez az űreszköz így aztán nem is kapott ugye hivatalos megnevezést, viszont a robbanás meg tönkretette az indítóállást. Úgyhogy végre le lehet mondani, hogy a második űrhajós felmenjen, és persze tovább csúszik ettől is a program. És ekkor történik meg az 1967. januárjában, hogy Amerikában az akkor már az indítóállványon lévő amerikai Apollo holdűrhajó első emberes küldetésére való felkészülése közben a három amerikai űrhajós egy tűzesetben életét veszti. Na most ez egy hatalmas tragédia, ez az Apollo 1 tragédiája, viszont hatalmas lehetőség a szovjetek számára, hogy a keletkező hiátusban, űrben behozzák a két éves lemaradásukat, és ezt egybe megugorják, és ők hajtsák végre az első repülést a saját holdűrhajójukkal. És ezt az űrhajósok, a mérnökök, a menedzserek és a felső vezetők is érzik, hogy alapvetően ennek így kellene történnie, érzik ezt a lehetőséget. Ugye az űrhajósok éveken keresztül kardoskodtak azért, hogy az automaták mellett az emberi pilóták is ismét megbecsült helyre kerüljenek a szovjet űrprogramban. De nagyon nagy kérdés ezen a ponton, hogy készen áll-e a Soyuz űrhajó az első emberes küldetésre. Várják ugye a 1917-es forradalomnak az 50. évfordulóját. Nagyon-nagyon szerették volna a felső vezetők, hogy legyen egy nagyon emlékezetes repülés, de hogy készen áll-e az űrhajó, ebben egyáltalán nem volt egyetértés. Igen. Tehát még olyat is állítólag még azt is meg akarták játszani, még abban az évben, hogy egy másik Soyuz változattal körberepüljék a Holdat. Tehát mindenképp iszonyatos nyomás volt a csapaton, és ugye ennek szellemében és ennek fényében az a döntés született, hogy a harmadik rendelkezésre álló Soyuz űrhajót, ugye az első az megérte a világűrt, és felrobbant visszatéréskor, a második az ott tönkre ment, gondolom, a start helyen a mentőrakétás cuccban, de van egy harmadik megépített példány, hogy ezt egyedül felbocsátják 1967. márciusában, meg is történt, ez lett a Cosmos 140. Itt rengeteg mindent javítottak az előző két kudarc után, és hát a közelgő emberes repülés űrhajóin is közben a gyárban javították ezeket a hibákat, és ugye az emberes repülésre pedig a legénység ekkor már javában tréningezett. Persze, ahogy sejthetjük, nem volt tökéletes siker ennyien szólva a Cosmos 140 sem, úgy, ahogy elment a repülés, persze volt gond az orientációs rendszerrel, meg minden, ezek egy kb. Menedzselhető problémáknak tűntek, viszont aztán pont emiatt a helyzetbeállító rendszer hibája miatt a visszatérési folyosótól nagyon fontos precízen beállítani a visszatérési szöget, tehát ezt nem sikerült teljesen jól eltalálni, vagyis a Soyuz kabin visszatéréséhez tervezett félig sikló pálya helyett egy meredekebb pályán lépett be a kabin, ami egyrészt azt jelenti, hogy meredekebben jön, tehát máshova ér földet, és hát nagyobb a túlterhelés, és hát nagyobb a felmelegedés, tehát több ezer fokra felmelegszik. Ráadásul, bár a Soyuz űrhajót egyébként szárazföldi leszállásra tervezték, de pont emiatt a módosult úgynevezett ballisztikus pálya miatt az éppen az Aral-tó az akkor még sokkal nagyobb volt, mint most, tehát kb. Akkora volt akkorban az Aral-tó, mint most Magyarország, ugye azóta szétöntözték, de az Aral-tó befagyott felszínére esett rá. Mivel jó forró volt a kabin, átolvasztotta, és elsüllyedt, mert kiderült, hogy a ő pajzson volt egy arasznyi lyuk.
ott ment be a víz. De azt is jelentette persze, hogy ha lettek volna benne emberek, akkor azok szörnyet haltak volna, hiszen a Szovjetunióban ne felejtsük el, hogy ekkoriban az volt a divat, hogy nem szkafanderben, hanem ilyen melegítő ruhákban mentek már fel az emberek, annyira bíztak abban, hogy egy kabin nem dehermetizálódhat, hát aztán pedig de. Most ekkorra, tehát 1967. március a környékére datálható az az állítólagos levél, amiről egyébként nem Siddiqui tudósít, hanem Pierce Bizony, aki így hívják, nem tudom honnan van ilyen neve, angol szerző Bizony, vagy Bizonáj, vagy Bizoni, nem tudom, de tényleg úgy kell egyébként, hogy Bizony. Szóval az ő Gagarinról szóló könyvében írja, hogy ilyenkor az volt, hogy az űrhajósok és a mérnökök nagyon sokan aláírtak egy levelet a legesleg felsőbb vezetésnek, amiben 200, nem kevesebb, mint 203 problémát soroltak fel a Szojuz rendszerrel, ami olyan súlyos, hogy nem teszi lehetővé, hogy emberek életét kockáztassák egy ilyen repülésen. Vagyis egy ilyen, tulajdonképpen egy kétségbe esett levelet próbáltak följuttatni, hát először nyilván Mishinnek, de Mishinnek ugye mondtad, hogy nehéz volt kommunikálni, Gagarin KGB-s kapcsolatain keresztül állítólag magához Brezsnyevhez próbálták eljuttatni a doksit, de aztán végül, hogy eljutott-e oda, vagy sem, azt nem tudjuk, de hát sok hatása biztos nem lett, mert hát folytatódott gőzerővel az előkészület, ezzel a 203, minimum 203 technikai hibát tartalmazó Szojuz rendszerrel. És ha már említetted, hogy Gagarin, akkor itt szerintem rá kanyarodhatunk arra, hogy eddig ugye eseménytörténetről beszéltünk, de hogy itt egy emberes űrrepülésről lesz szó. Hogy kik voltak az űrhajósok? Igen. Kik voltak, kik az eseményei? Igen, tehát ugye már említettük ugye Komarovot, ugye a pilóta, a mai adásnak a főszereplőjét, ugye, aki tényleg Vlagyimir Mihajlovics Komarov, aki már egy tapasztalt űrhajós volt, a Voszhod 1 repülésnek, az első három személyes űrrepülésnek volt a parancsnoka 1964-ben. Na most ő tényleg az egyik legtapasztaltabbnak mondható és legjobb pilóta készségekkel jellemzett űrhajós, tehát nem véletlenül őt választották ki egy ilyen dokkoló műveletre. Viszont ugye meglepi, hogy az ismét repülő státuszba visszakerült Jurij Gagarin, tehát az első ember az űrben van a tartalék pozíciójában, tehát az első Szojuz repülés tartalékának bizony Gagarin nevezték ki. Most ez egy kérdés, hogy mennyire komoly az, hogy ő ténylegesen tartalék volt. Ez biztos, hogy ténylegesen készült, tehát rengeteg kép van arról, hogy Gagarin gyakorol a szimulátorban Komarovval együtt, tehát hogy ez tényvalóság. Ugyanakkor hát vannak, akik azt mondják, hogy hát magát az űrhajóst védeni tervezték inkább, mert, tehát hogy végül is, hogyha Komarov kiesett volna, akkor talán akkor sem repült volna Gagarin, tehát ugye ezt már sose tudjuk meg. Egy biztos, hogy az egész pártvezetés idején akkor már lement egy váltás, tehát a Hruscsov helyett éppen 1964 óta Brezsnyev van hatalmon, mint a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, és ő neki már nem annyira a szíve csücske Gagarin, mint korábban Hruscsovnak, tehát nem véletlen, hogy Gagarinnak is KGB-s haverokhoz kellett fordulni ahhoz, hogy azt a bizonyos levelet eljuttassák a Brezsnyevnek állítólag, mert már Brezsnyevvel korán sem volt olyan közeli viszony a Gagarinnak, meg az űrhajósoknak. Most Brezsnyev ugye puccsal került hatalomra, fun fact, hogy ez a puccs 1964-ben épp akkor történt, amikor Komarov az első űrrepülésén volt, a Voszhod 1 repülésén, amit épp azért vágtak rövidebbre, mert pont aznap, az egynapos űrrepülés közben történt meg a hatalom átvétel, és Koroljov annyira kaotikusnak látta az ország állapotát, hogy jobbnak látta lehozni az űrhajót, mert azt mondta, hogy lehet, hogy holnap már akkor a bizonytalanság lesz, hogy be kell csukni a boltot. Tehát, hogy érdekes, azért nem nagyon hallunk ilyesmikről, hogy a Szovjetunión belül ekkora izék voltak. Egy biztos, ez lett volna a Szojuz 1, tehát ott volt Komarov, Gagarin, mint tartalék, és ugye ott a Szojuz 2, ami ugye az összekapcsoláshoz két űrhajó kell, a Szojuz 1 startja után másnap felment volna a Szojuz 2, nem egy, hanem három űrhajóssal. Három űrhajós között megint ott találunk egy régi veteránt a Vosztok korszakból, Valeri Bikovszkit, aki az a szovjet, aki a legtöbb időt töltötte fel fent mindaddig az űrben, a Vosztok 5 fedélzetén, és ott van mellette Jeliszejev és Hrunov, újoncok, akik űrsétára készülnek. Ugye ők lesznek majd azok, akik űrsétán átmásznak az egyik űrhajóból a másikba az összekapcsolódás után, és aztán ugye az a terv, hogy ők a Szojuz 2-vel mennek föl, ketten az űrön keresztül átszállnak a Szojuz 1-be, és majd Komarovval együtt térnek vissza, tehát egy másik űrhajóban jönnek le, mint amin felmentek.
Amúgy egyébként érdekes, hogy egyébként Komarov már a Vosztok 6-on repült volna, tehát az egyemberes űrrepülések között már ott találtuk volna, csak aztán propagandaokból kellett a női űrhajós, és akkor emiatt ugrott be lényegében a helyére Tyereskova, és így lett aztán ő az említett Voszhod egy, az első három fős űrrepülésnek a parancsnoka. Tehát ennyit a főhősökről, és hát akkor lassan ráfordulhatunk szerintem magának a repülésnek az eseményeire. Eddig a pontig háromszor repült a Szojuz űrhajó, három automata repülést hajtottak végre. Az első repülés nagyjából sikerült, de a visszatéréskor az önmegsemmisítő rendszer fölrobbantotta az űrhajót. A második repülés nem is volt repülés, mert a start helyen felrobbant az űrhajó, és a harmadik repülés során pedig visszatéréskor egy tenyérnyi lyuk keletkezett az űrhajónak a hőpajzsán, ami egyébként annyira súlyos hiba, annyira súlyos meghibásodás, hogy a Columbia katasztrófáig nem is kerül rá többet sor. És ez a repülés volt 67 márciusában, ez az utolsó repülés volt 67 márciusában, és körülbelül egy hónap alatt a mérnökök megint javították a hibákat, és a különböző alrendszerek fejlesztéséért felelős vezetői, valamint a tervezőiroda vezetője Mishin, valamint a felette lévő állami bizottsági vezetők közösen úgy döntöttek, hogy következőre neki mennek ennek a páros űrhajós, dokkolós, emberes űrrepülésnek. Azon levél ellenére. És a repülés április 23-án el is indult. Tehát a Szojuz 1 fedélzetén Komarovval 1967. április 23-án startolt is, a hajnali órákban moszkvai idő szerint, Bajkonurból. A felbocsátás maga az nagykönyv szerint ment, Komarov rögtön be is jelentkezett, és elkezdte a feladatok végrehajtását. A felbocsátást vezérlő hajtóművek azok stabilak voltak, rakétahajtóművek. Körülbelül 10 perccel a start után földkörüli pályára is állt. Meg is kapta hivatalosan a Szojuz 1 nevet az űrhajó. És a Szovjetuniónak a hivatalos hírügynöksége, a TASZ rögtön kiadott egy tömör közleményt a repülésről, feltüntetve a Szojuz 1 nevet, de nem beszélt arról, hogy tervek szerint ugye egy napon belül indul a Szojuz 2. Viszont a nyugati szakemberek egyből felbojdultak, mert már a sorszámnak a konkrét megnevezéséből rájöttek arra, hogy itt valószínűleg egy két űrhajós dokkolós küldetésről lesz szó. Igen, igen, ugye, de miért jöhettek rá, ugye azért... Hogy itt valószínűleg egy két űrhajós dokkolós küldetésről lesz szó. Igen, igen, ugye, de miért jöhettek rá, ugye azért, mert ugye korábban a Szovjetunióban az volt a divat, hogy amikor az első útjára indult egy űrhajó, akkor nem adtak még neki sorszámot, tehát akkor a TASZ csak azt jelentette be, hogy felment a Vosztok űrhajó és a fedélzetén Jurij Gagarin. Például nem azt mondták, hogy a Vosztok 1, a Voszhodnál is ugyanez volt, tehát az, hogy Szojuz 1 szerepelt a távirati irodának a közleményében, abból ugye már gyanítani lehetett, hogy itt bizony folytatás jön. Pavel Popovics űrhajós pedig közben a földön elballagott Komarovnéhoz, Komarov feleségéhez, és közölte vele, hogy a férje 25 perce az űrben van. Komarovné később ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy sosem mondja meg a férjem, mikor van üzleti úton. Hát igen, hát, ugye ez akkoriban így ment, tehát a feleségük se tudhatták, hogy mikor van akció. Igen. Na most, ahogy Komarov földkörüli pályára állt, a Bajkonuri start helyen lévő ideiglenes földi állomás az átadta a stafétát a 2200 kilométerre nyugatra a Krím-félszigeten lévő Jevpatoriai főirányító központnak, ahol egy 20 fős csapat dolgozott. Komarov az űrhajóba kicsatolta a biztonsági övét, és a kabinban lebegve jelentette, hogy látja a harmadik fokozatot, ahogy tőle távolodik. Hamarosan azonban a minta szerint zajló küldetés fölé felhők gyülekeztek, hogy ezzel a rettenetes képzavarral éljek. Hamarosan kijöttek az első rossz hírek. Komarov jelentette, hogy a jobb oldali kémlelőnyílásban nyitva találja a napelemet, a bal oldali kémlelőnyílásban viszont nem látja a napelemet. De igen, most a Szojuz az úgy néz ki, kedves hallgatók, bocsánat, hogy két oldalra kiáll belőle ki egy-egy napelem tábla, amiket a jobb esetben lehet látni az ablakból. Így vette észre Komarov, hogy valami nem stimmel. És a beérkező telemetria adatok alapján szintén ezt tudta a földi irányítás megállapítani. Sajnos más problémákat is találtak már rögtön így az első körben. Az egy tartalék telemetria rádió antenna szintén nem nyílt ki. A nagyobbik probléma az volt, hogy volt egy fedélzeti optikai szenzor, egy nap és csillag szenzor, ami a napnak és a csillagoknak az irányát határozta meg az űrhajón, és ennek a felülete elszennyeződött, és emiatt használhatatlanná váltak a leolvasott értékei.
Ez egy különösen komoly meghibásodás volt, mert hogy, miért és Miki? Hát ugye az van, hogy ahhoz, hogy meglegyen ez az űrrandevú, amit emlegettünk, ahhoz ugye kell tudni pályát módosítani. A korábbi szovjet űrhajók ilyet sem tudtak. Pályamódosítás az meg ugye nagyon fontos, hogy érezzük, hogy merre áll az űrhajó. Tehát ugye nyilván a pályamódosításban a legfontosabb dolog, hogy mikor történik a hajtómű begyújtása, és hogy milyen szögben áll a hajtómű. Most a hajtómű az űrhajóhoz volt rögzítve, tehát hogyha a hajtóműnek mondjuk a repülési irányhoz képest, mit tudom én, 30 fokos szögbe kell állni, akkor az azt jelenti, hogy az űrhajó hossztengelyének is 30 fokos szögben kell állni, és ez az, amihez nélkülözhetetlen egy ilyen csillagérzékelő, nap és csillag szenzor, ami egyrészt a naphoz, másrészt talán a kanópuszhoz, ami a legfényesebb csillagok egyike. A szovjetek nagyon szerettek ilyen orientációs célból használni, szóval ezeket meg kellett volna keresnie, hát ugye szutykos lett a szenzor. Viszont szerencsére ez az orientációhoz még más különböző szenzorok is rendelkezésre álltak, illetve különböző hajtóművek. Ugye Kolmarov a második földkörüli fordulat során jelentette ezeknek a kisebb hajtóműveknek az állapotát, a megközelítő hajtóművek üzemanyagnyomását, meg az orientációs hajtóművek üzemanyagnyomását, és ezek sem voltak teljesen korrektek, tehát valami azt súgta, vagy azt sugalmazza ezekből az adatokból, hogy ott onnan is szökött az üzemanyag. Ugye a Szojuznak három hajtóműrendszere volt, a megközelítő hajtóművek, amiket a dokkoláshoz meg az űrhajók már közeltéri megközelítéséhez használtak, az orientációs hajtóművek, amikkel amúgy forgatták az űrhajót, tehát az űrhajó térbeli... És ezekről mondtad, hogy ezekbe esett a nyomás. Ezekbe leesett a nyomás, az űrhajó térbeli helyzetét és az orientációját akarják ezzel beállítani, erre szolgáltak. És a harmadik, az pedig a főhajtómű. És a főhajtóművet lehetett arra használni, hogy nagy mértékű pályamódosításokat hajtsanak végre, tehát a pályamagasság emelésére, az űrrendezvú során, illetve a légköri visszatérésnek a megindítására. Viszont ezt a főhajtóművet nem lehetett a kisebb orientációs hajtóművek nélkül használni, amik ugye az űrhajót helyes irányba állították volna. És végül azt is meg kell említeni, hogy az előbb nem teljesen mondtam igazat, mert a fenti három hajtóműrendszeren kívül van egy negyedik is, de az csak a leszállásnak a legvégső szakaszában használja a Szojuz űrhajó, éppen a földetérés előtt. Ugye egy atmoszférikus visszatérés az nagyjából úgy zajlik, hogy miután a főhajtóművel módosítottuk az űrhajónak a pályáját úgy, hogy a körpályából egy olyan pálya jöjjön létre, ami egy olyan ellipszis pálya, ami belemetsz a földnek a felszínébe, tehát biztos, hogy át fog esni az űrhajó a légkörön. Utána szétválasztják a Szojuz űrhajónak a három egységét, az orbitális dolgozó lakóegységet, a visszatérő egységet, parancsnoki kabint, illetve a műszaki egységet, ezt a három egységet szétválasztják. Az űrhajós az a visszatérő egységben, vagy parancsnoki kabinban foglal helyet. A sűrű légrétegeken ez a parancsnoki kabin átrepül, lelassul, a légkör lefékezi, és miután lelassult egy adott sebességre, kinyílik az ejtőernyő, erről még később lesz szó, és miután az ejtőernyő kinyílt, ledobódik a visszatérő egység aljáról a hőpajzs, és ezzel feltárulnak azok a úgynevezett puha leszállást segítő hajtóművek, amelyek a földetérés előtt néhány méterrel lépnek működésbe, egy nagyon rövid ideig, és ezáltal az űrhajósok ütközése a földdel, vagy az űrkabin ütközése a földdel valamivel elviselhetőbbé válik. Egyébként ezt szolgálták azok a speciálisan erre az űrhajóra fejlesztett ülések is, amiben a mai modern autókhoz hasonlóan ütközés elnyelő alkatrészek voltak beépítve, ezzel ugye fékezve az ütközésnek az erejét, ami az űrhajósokra hat, és ezeket az üléseket mindenkinek egyedileg gyártották, hogy pontosan fölvegye ugye a hátuk, a gerincek, illetve a fejüknek az alakját. Például a Volkov űrhajós, aki ugye együtt készült ezekkel, például a Jeliszejevben, ugyanabból a mérnök csapatból való, ugye ő volt az, aki ugye érzékletesen leírja az életrajzi regényében, hogy milyen érdekes élmény volt, amikor gipszmintát vettek fekvő helyzetben a hátukról, hogy aztán arra
az alapján kialakítsák a személynek, személyre szabott ülést. Most még egyedzendő egyébként kis színes hírként, hogy ugye mind a mai napig ez a leszálló rendszer működik a Szojuszban, nem volt ez másképp 1980-ban sem, amikor Farkas Bercink jött vissza az űrből, akkor azonban nem működtek, nem léptek működésbe ezek a tompító hajtóművek a föld fölött 1-2 méterrel, amiket mondtál, és hát emiatt aztán kicsit keményebben vágódott oda enyhén szólva, tehát azt hiszem, hogy az egyik legkeményebb leérkezés mindmáig az űrrepülés történetében. Közben a Szojuz űrhajóban, meg Szojuz 1-en kezdtek a dolgok ugye összeérni. A napelemeket nem lehetett külön mozgatni az űrhajótól, erről már beszéltünk, és ezért az űrhajóval együtt a nap felé kellett volna fordítani a napelemeket, hogy a lehető legtöbb energia jöjjön be. Komarom ezt megpróbálta manuálisan elvégezni az orientációs hajtóművek segítségével, de ez csak ideiglenesen sikerült neki. És a harmadik körre, a harmadik földkörű körre mégis sikerült egy picit ideiglenesen a napra forognia, viszont azt tapasztalta, hogy csak fele annyi, még ebből a fél napelem táblából is, csak fele annyi áram jön be, fele annyi energia jön be, mint amennyit eleve terveztek. És közben megpróbálkozott azzal is, hogy kinyissa a beszorult tartalékantennát, hát ha attól kinyílik a második napelem is, van ilyen történet, hogy megpróbálta megrugdosni az űrhajónak a falát belülről azon a ponton, ahol úgy érezte, hogy ezzel a legjobb hatást éri el. És kérdezheti a hallgatóság, hogy miért nem ment ki a Komarov űrsétára, hogy megrugdossa kívülről, mert ő nem tudott. Tehát neki, ugye érdekes, hogy annak ellenére mondtuk, hogy a másik két haverja az űrsétán szállt volna át az űrhajóba, de a Komarovnak nem is volt űrséta ruhája, tehát ha akart volna, se tudott volna kimenni, hogy mit tudom én, megpiszkálja azt a napelemtáblát. Nem volt a fedélzeten űrséta szkafander. Viszont ezen a ponton azt is el kell mondani, hogy van olyan forrás, aki azt állítja, hogy ezen a ponton a földi irányítás abban gondolkozott, hogy akkor majd a Szojusz 2, akinek a legénysége felkészülten, haptákban várta, hogy felmehessen és csatlakozhasson a Szojusz 1-jel. A Szojusz 2-nek a küldetését fogják majd úgy módosítani, hogy majd ők az űrséta közben megpróbálják kinyitni ezt a napelemet. Hát igen, ahhoz persze össze kell kapcsolódni egy olyan űrhajóval, ami meg nem tud orientálódni. Amúgy érdekes, hogy nem is tudom, hogy gondolom a Szojuz 1 lett volna az aktív, és a Szojuz 2 a passzív a dokkoláskor, vagy fordítva. Szojuz 1 lett volna az aktív, ugye? Na ez az, hogy pont, hogy Komarovnak kellett volna oda manőverezni a Szojuz 2-höz, de hogy nem volt hozzá árama, meg nem tudta rendesen betájolni az űrhajóját, szóval azért érezzük, hogy gondolom ezek a tervek, amiket mondtál, ezek azért gyorsan lekerültek a napirendről végül. Igen, igen. A negyedik fordulat során a földi irányítás és Komarov csak nagyon röviden beszélt, és főleg arról volt szó, hogy a következő ötödik körben röviden kipróbálják a főhajtóművet, hogy meglássák, hogy a főküldetéshez szükséges pályamódosító manővereket végre tudná hajtani, és utána pedig kipróbálják azt, hogy a Komarov mennyire tudja a hajót forgatni manuálisan. Ezúttal kicsit más megközelítéssel, tekintve a helyzetszabályzó rendszer állapotát. Az ötödik körben végre is hajtotta ezeket a Komarov, kiderült, hogy a főhajtómű ragyogóan működik, ezt egy rövid 6 másodperces gyújtással tudta bizonyítani, tehát pályát tudtak volna emelni, nagyot is, ha kell. Viszont utána ez a forgatási kísérlet nem sikerült teljesen jól, ugye a csillagszenzor kiesett, és most egy ilyen úgynevezett ionszenzorokkal akarták az irányt meghatározni. Az ionszenzor az egyfajta szélkakas a világűrben, azt érzékeli, hogy merről fúj az a nagyon-nagyon-nagyon gyenge szél, amit az űrhajóval szembe találkozó, nagyon ritka légkörben lévő ionok keltenek a világűrben. Ezzel vegyes sikereket ért el a Komarov, be tudta forgatni az űrhajót, viszont ugye említettem, hogy a napelemekből bejövő áram az még mindig nem volt jó, és közben ráadásul elhasznált egy csomó üzemanyagot erre a forgatásra, és az is látszott, hogy az ionszenzorokkal sem stimmel valami, mert amikor a Komarov a manőverező fúvókákat használta, akkor az ionszenzorok megbolondultak ettől. Tehát az ötödik körnél járunk, és háromból kettő orientáció meghatározó mód kiesett. Tehát kiesett a nap és csillagszenzor, ami a legpontosabb lett volna, kiesett az ionszenzor, amivel még a szükséges pályamódosításoknak az irányát, vagyis a menetirányt nagyon pontosan meg lehetett határozni, és maradt az úgynevezett VZOR, ami egy periszkóp volt, egy optikai rendszer, ami teljesen manuális volt, és az űrhajósnak a szabad szemére hagyatkozó célzást segített. Na most az irányító központban, földi állomáson, a starthelyen
Állítólag nagyon, nagyon durva viharos időjárás bontakozott ki, és emiatt ez nagyon megnehezítette a Soyuz 2-nek a startját, és nem is lehet pontosan tudni, hogy, de az irányító központban körülbelül ekkor születhetett meg az a döntés, hogy a főküldetés le van fújva, tehát a Soyuz 2 nem fog elstartolni, nem is hívták ezt az űrhajót úgy, hogy Soyuz 2 hivatalosan ezentúl, meg a legénységet sem. A Soyuz 2 később egy másik űrrepülés fogja megkapni ezt a nevet. Ami viszont ember nélküli lesz. Ami ember nélküli lett. Komarovnak meg fölrádiózták, hogy pihenjen, és készüljön fel a légköri visszatérésre a 17. körben. Most ez hozzá, annyit beszélünk a körökről, hogy most már mondjuk ki, hogy ugye egy földkörüli kör ezen a pályamagasságon, ez nagyjából másfél óra. Tehát a 17. kör az azért lényeges, mert ugye az egy nap. Tehát az nagyjából a 24 óra, vagy egy picit több, és pontosan a 17. kör az az, amikor a Föld megint úgy fordul, ugye a világűrhöz képest fix, síkú űrhajó pálya alatt a Föld megint úgy fordul, hogy a szokásos szovjetunióbeli leszállóhelyekre meg lehet kísérelni a leszállást. Úgyhogy ez a 17. kör. Ugye az 5. kör, bármekkora baj, az 5. körnél akarnának leszállni, akkor az körülbelül, mit tudom én, az Atlanti-óceán közepébe vinni őket, amire nem voltak felkészülve. Tehát ezért kellett legalább a 17. körig várni, bármekkora is a baj. Nem véletlen, hogy a legrövidebb űrrepülés az Gagarin, az másfél óra volt, az még épp a Szovjetunión belül, mert annyit nem fordult el alatta a Föld, de már a második repüléstől kezdve mindegyik repülés hosszabb volt, mint 17 kör, vagyis egy nap, épp ezért. Tehát ez egy lényeges szempont szerint, nem lehet akármikor visszajönni az űrből, úgyhogy jó helyre érkezz. A Soyuz 2 legénységével is kellett tudatni, hogy hát a küldetésüket egy későbbi alkalomra kell halasztani. Szegény Jeliszejev és Runov teljesen el is voltak keseredve, és az állami bizottságot vádolták, hogy túlzottan óvatosak, és hogy döntésképtelenek. A TASZ pedig közben kiadott egy közleményt, hogy minden a legnagyobb rendben van, az repülés a tervek szerint halad, Komarov jól van, az állapota kedélyes. Kedélyes? Úristen! Ez fantasztikus! És visszajátszották a Vietnámnak és Ausztráliának küldött köszöntő szavait. Komarov közben meg átment az orbitális egységbe, hogy pihenjen egy kicsit. Milyen jó dolog volt, említetted már a Szojuz űrhajónak a részeit. Ez volt az első olyan eset, hogy van egy külön lakóegység, ahol van hely. Tehát, hogy nem egy kabin az egész, hanem át lehet menni. Ami azért is nagyon fontos volt ez a lakóegység, amiben most átment Komarov aludni, mert azt lehetett dehermetizálni is, ami egyébként zsilipkamra átszállóként is működött volna, hogyha ugye a Soyuz 2 megcsinálta volna azt az felszállást és az űrsétás átszállást. Tehát ez egy... De ez egy forradalmi újítás volt kb. A szovjet programban, és hát igen, ott pihent egy kicsit, jó dolga volt, mondhatnánk idézőjelesen. Na most az 5. és a 13. kör közötti időszakról hiányosak a forrásaink, több okból is. Ugye egyrészt valószínű, hogy Komarov ekkor tényleg pihent, adott esetben alhatott is. Emellett meg azt is biztosan tudjuk, hogy ekkora pályák főként Amerika és az Atlanti-óceán fölött húzódtak, abból kifolyólag, amit Miki az előbb elmondtál, hogy miközben az űrhajó kerén, közben a Föld elforog alatta. És hát ezek az Atlanti-óceán, illetve az Amerika, ugye ezek a régiók akkor még egyáltalán nem voltak lefedve földi állomásokkal a Szovjetunió részéről. Ugye az összes leszállás, rádióforgalom, de az összes ilyen kritikus dolog az a Szovjetunió szárazföldjén belül történt. Ezeken a belterületeken zajlott még ekkoriban. Tehát ebben a szakaszban rádiócsend volt, nem lehetett a Komarovot elérni, így a küldetésnek ezt a részét kicsit lazábbra vették, másrészt pedig önállóbbra tervezték az űrhajós részéről, és ő kaphatott olyan feladatokat, amiket saját maga egyedül végre tudott hajtani, és később be tudott róla számolni. Ezek között lehetett annak a bizonyos V9 jelű, katonai jellegű feladatnak a végrehajtása is, ami a repülési tervben korábban még szerepelt. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt ez. Könnyen lehet, hogy ez katonai célpontok megfigyelése, illetve fotózása volt, de lehetett persze ettől eltérő dolog is. Későbbi Soyuz küldetésekben tudunk több ilyen feladatról is. Hát a 13. körben ugye Komarov visszatért megbeszélés szerint vissza... Mert a rádióra. A rádióra ugye? Visszatért. Igen, tehát a 13. körben Komarov visszatért az éterben, és a rádión jelentette, hogy földfotókat csinált a visszatérő egységből. Ezen kívül jelentette több rendszer üzemállapotát,
meglévő tartalék, vagy hát az üzemanyag mennyiségeket. Emellett azt is jelentette, hogy megpróbálta megérteni, mi van az orientációs rendszerrel, picit mozgatta az űrhajót, és erről részletesen beszámolt. Körülbelül 70 perccel azután, hogy Komarov megtörte a rádiócsendet, a TASZ újabb jelentést adott ki, a leszállás előtti utolsó jelentést, és mindközül ez volt a legrövidebb, és a legsemmitmondóbb. De azért ez egy erős verseny. Tehát azért a TASZ jelentésben, rövidségben és semmitmondóságban azért erős a harc. Ugye hát az előző jelentésből is csak azt tudhattuk meg, hogy az űrhajós állapota kedélyes. Itt is kb. Ugyanezt ismételték meg. Nulla információ az űrhajóról. Mire való, mi az állapot. Tehát ez kritikával kezelendő, tehát minden ilyen forrás, amit a TASZ mond. De ez tulajdonképpen ma sincs nagyon másképp, jelzem. És ahhoz képest, hogy a TASZ mennyire semmitmondó jelentést adott le, a valóság meg az volt, hogy ebben a pillanatban három egymással összefüggő probléma, nagyon súlyos probléma volt ezzel az űrhajóval, ezzel a repüléssel. Először is ugye az egyik napelemtáblánk nem nyílt ki, a másikból is jó esetben a kívánt áram fele folyt be, tehát így az űrhajó energiatartalékai folyamatosan merültek, és ez az állapot ugye sokáig nem maradhatott fönn, merül az aksi. Második probléma, hogy az orientáció érzékelő ionszenzorok összezavarodtak, hogyha a napelemeket irányba akarták állítani, tehát pont az ionszenzorok segítségével akarták irányba állítani, amikettől összezavarodtak, és mivel nem nyílt ki az egyik oldali napelemtábla, ezért ráadásul az űrhajónak a tömeg eloszlása is kiegyensúlyozatlan lett, és a forgatásnál ez mindig bezavart, és a harmadik probléma pedig az, hogy hát a nap és csillagszenzor, amivel ugye hát ezt az ionszenzor hajtómű egymásra hatás zavarást teljesen ki lehetett volna ejteni, hát ez a nap és a csillagszenzor ez már tökre a legelején meghibásodott. Uh-huh. És ugye lehet, hogy azért, mert valahogy amiatt, mert nem nyíltak ki a napelemek. Vagy pedig amiatt, mert hogy az az üzemanyag, ami egy kicsit lehet, hogy eresztett azokból a fúvókákból, ez a kiszökő üzemanyag fagyott rá. Tehát látjuk, hogy minden mindennel összefügg. Igen, durva. Meg azt is érdekes lenne összevetni, hogy amit most nem tudunk megtenni forráshiányban, de hogy a létezik az a bizonyos levél, amiben felsorolnak 203 műszaki hibát, hogy abból vajon hány, azok között hány szerepelt ezekből. Igen. Érdekes. Igen. Na hát igen, most ugye itt tartunk, hogy már majdnem 24 órája megy a repülés, ugye hát ez a Földön elég intenzív időszak, főleg a probléma van a repülésen, tehát ott a Krímfélszigeten, Jevpatóriában meg a starthelyen a szakemberek egyáltalán nem aludtak azóta, kialvatlanok voltak. Tulajdonképpen lehet látni, hogy kezdtek szétcsúszni ők maguk is, tehát ilyet ír az Asaf Siddiqui, hogy a véletlenül titkosítatlan vonalon küldözgettek üzenetet a földi állomások között, tehát ugye hát ez olyasmi, ami miatt kirúgás jár minimum, tehát azt kellett kitalálni persze, hogy most hogyan hajtsa végre a 17. körbe tervezett visszatérést. Ugye ahhoz ugye még egyszer kell az űrhajó beirányozása, és hiszen a visszatérés gyújtása, ahogy mondtad is, egy pályamódosítás ugye egy olyan ellipszisre, ami metzi a Földet tulajdonképpen. Ehhez is kell persze a szenzor, ami ugye nem működik, mondtad ezt a tömegeloszlás problémát, balra húz az űrhajó, ionszenzor sem működik. Marad ugye egyetlen egy dolog, ugye, hogy a vizuális célzás, azzal viszont ugye az a gond, hogy éjszakai oldal fölött meg lehetetlen a dolog. Tehát, hogy például a helyes beállításhoz ugye kell tudni a horizont magasságot ezen a zoron keresztül nézni, hogy hol a horizont. Most, hogyha nyilván a Földnek az éjszakai oldalán vagy, akkor ugye ezt nem lehet megcsinálni. Márpedig ahhoz, hogy a 17. körben a Szovjetunióba érkezzel az űrhajó, ahhoz ugye valahol Afrika fölött kell megcsinálni a begyújtást, ilyen pályahajlásszögnél, mert ugye nagyon hosszú a leszállási pálya, de ott viszont éppen éjszaka volt, tehát igazából az, hogy szemre belőni, hogy hol van a horizont, hát az nem fog menni, szóval elképzelhetően bonyolult a helyzet, hát vita is kerekedett ugye a földirányításban. Igen. Földirányításban 15. körig vitatkoztak erről, tehát kb. Két körön keresztül ment a vita, hogy milyen eszközökkel és hogyan hajtsák végre ezt a manővert. Végül abban állapodtak meg, hogy menjen a dolog automatikusan, és menjen az ionszenzorokkal. Hát a pilótával való kommunikációt ugye végig a vele különleges viszonyban álló emberek látták el a Szovjetunióban, ugyanúgy, ahogy Amerikában is. Nagyon sokszor űrhajósok, és ugye amerikaiak ezt Capcomnak hívják, Capsule Communicator, és pont Gagarinon volt a sor. És a küldetés végéig ő maradt a kommunikátor,
Így ő adta fel Komarovnak az utasításokat ettől fogva, és az lett a kitalálás végül, hogy még a 15. körben Komarov hajtson végre egy rövid próbát az ion szenzorokkal és az automatikus rendszerrel. Most Komarov végrehajtotta a tesztet, és részletesen beszámolt az eredményekről. Azt mondta, hogy az ion szenzorok meg tudják fogni a helyes irányt, és utána nem tökéletesen, de be tudták állítani az űrhajót nagyjából abba az irányba, és Komarov hozzátette, hogy hát, hogyha az űrhajót orsózó mozgással hostenger mentén be tudjuk egy kicsit pörgetni, akkor ezt a megtartott, beállított irányt azt meg is tudja tartani. Na most ennek nagyon örültek a földi irányításban, ugye elkezdtek abban bízni, hogy ilyen módon sikerülni fog még a visszatérés a 17. körben még. A 16. körben Gagarin és Komarov hosszasan rádiózták, és végigvették a leszállás előtti teendőket, végignézték ugye a rendszerek állapotát, Komarov ismét jelentette, hogy kitűnően érzi magát. Mindeközben a hőmérséklet a visszatérő egységben az elektromos energia hiánya miatt 13 Celsius fokra csökkent. Oroszoknak ez nem gond. Szóval, hát igen, azért ez a jó közérzetnek a szovjet verziója. És hát még Komarovnak volt egy fontos dolga, néhány felszerelést át kellett hoznia egyébként az orbitális modulból, amiről megbeszéltük, ez egy külön szoba, néhány felszerelést, és a mellette levő ugye üres ülésekbe kellett hozni. Miért? Hát ugye egyrészt azért, hogy az űrhajónak mondtuk, hogy a nem kinyílt napelem miatt ugye a forgatónyomatékok nem teljesen úgy voltak, hogy tervezték, tehát ezzel próbáltak valami ballasztal segíteni. Másrészt ugye úgy volt tervezve a visszatéréshez is a kabinnak a beállítása valószínűleg, hogy ahhoz, hogy jó szögben menjen a légkörön belül a siklás, ahhoz ugye a tömegközéppont meghatározásához nyilván figyelembe vették, hogy még két űrhajós beül mellé, ami most amúgy nem történt meg, tehát jó sok csetreszt át kellett hordania a leszálló egységbe, és aztán a visszatéréshez ugye beült a középső ülésbe, annak rendje is módja szerint. Visszatérés előtt Gagarin és Komarov elköszöntek egymástól, mint akik ugye már nem sokára látják egymást. Közben a többi földi állomásról a radaradatok alapján özönlöttek be az adatok, a pályaadatok, hogy mi történik, és hát nem történt semmi, nem változott meg a pálya. Tehát Komarov ugye élőbe figyelt, hogy mi történik, hogy az automatikus visszatérési műveletek zajlanak, az ion szenzor ugye szépen be is állította az űrhajót, de pont amikor gyújtani kellett volna a főhajtóművet, úgy tűnik, hogy az űrhajó, ahogy átrepült az egyenlítő fölött, pont egy ionlyukba repült be, ahol az ion sűrűség az űridőjárás következtében túl alacsony a szenzornak. Ezért az automatika helyesen megtiltotta a főhajtómű begyújtását. És valójában rögtön ezután, ahogy ezt Gagarinnal előzetesen le is beszélték, Komarov egy teljesen más tervet is megpróbált végrehajtani. Hajnali 3 óra 6 perckor, tehát egy nappal a start után körülbelül, tehát hajnali 3 óra 6 perckor a napos oldalra kiérve vizuálisan beállította az űreszköznek az orientációját, majd az árnyékos oldal belépés előtt bekapcsolta a fedélzeti giroszkópokat, pörgetjüket, amik megtartják ezt az orientációt. Végül a földárnyékból kiérve manuálisan egy picit rákorrigálta a megtartott állapotra, és ezután manuálisan begyújtotta a főhajtóműveket a légköri visszatérés megindításához. Viszont nem sikerült neki ez a dolog. Újabb hiba jelent meg. Komarov úgy látta, hogy az üzemanyag nyomás nem csökkent, tehát nem fogy az üzemanyag. Tehát most már akkor az orientációs hajtóművek sem mennek? Szóval hát ilyenkor, ugye ez tipikusan ez, hogy amit már vége felé, már minden szétesik. Tényleg. Tehát akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Hát közben kezdtek persze kifutni az időből, merültek az aksik, felmerült annak a veszélye, hogy néhány körülbelül tényleg minden műszer lehunja a pici szemét, tehát itt már aztán tényleg sietni kellett, és így érkezünk el a 18. kör. A Gagarin felrádiózta Komarovnak a módosított műveleteket ugyanehhez a megoldáshoz, tehát hogy a következő körben vissza tudjon térni a 19-ben. Részletesen elmondta az adatokat, ugyanazt kellett végrehajtani, csak más időpontokkal. Annyi aprócska, nüansz, kis pici bagatell információ ehhez, hogy viszont a 19. körbe az új tervezett visszatérésnél ugye nem siklópályán, hanem ballisztikus pályán.
fog visszatérni Komarov, ami azt jelenti, hogy a 4,5-szeres túlterhelés helyett földi erő és nehézség erő 8-9-szeresre fog hatni Komarovra a visszatérés során. Tehát ugye erre ő a vosztokos eredeti kiválogatása óta tréningezve volt. Igen, hát őket felpörgették néha 10-12 G-ig is a centrifugában. Tehát itt már mindenki tűkön ült az irányító központban, és hát ott voltak ugye a főnökök, Misin, az emlegetett Misin, a csoportvezető Kamanyin, ugye ott volt Gagarin is, mindenki beszélt Komarovval, és hát mind hármuknak azt válaszolta, hogy érti a feladatot, és végre fogja hajtani, meg fogja csinálni, ne aggódjanak, ezt mondta ő. Ám de a történet tragikus befejezése az nem fér bele a mai adásunkba, úgyhogy, de nem akarom sietetni, úgyhogy ezt majd folytatjuk, tehát két hét múlva jövünk vissza a Vlagyimir Komarov tragikus történetével, Várhegyi Zsolt, de most elköszönünk, úgyhogy mindenkinek jó napot és jó hetet kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.